Hát az előbb említettük már az óvodai beszoktatást és a bölcsődei beszoktatást, és itt van most dr. Belső Nóra pszichiáter velünk. Kicsit segítsünk, szerintem leginkább a szülőknek kell ebbe segíteni. Nem lehetne külön tanfolyamot indítani nekik? Na, ez egy nagyon jó gondolat, tényleg nem, senki félre ne értse, tehát nem akarok szakmaiatlan lenni, de valóban nagyon sokszor a gyereknek a beszoktatási vagy beszokási nehézségei abból támadnak, hogy érzi a szülők bizonytalanságát, vagy érzi azt, hogy anyuka nem akarja elengedni, mert még neki jó lenne, hogyha otthon ketten lennének, vagy éppen feszült attól, hogy vissza kell mennie dolgozni. Tehát számtalan oka lehet annak, amit a gyerek levesz a szülőről, és hát sokszor a szülőnek kellene elmagyarázni, hogy ezt egy picit könnyedebben vegye ezt a helyzetet. Ez legalább annyira fontos kérdés egyébként, sőt, tehát így lehet az egész kérdés megközelíteni, a szülők viselkedésén keresztül, hogy a gyerek sodródik ebben a helyzetben, de akkor most próbáljuk egy pár pontban összeszedni, szerinted mi a fontos egy ilyen helyzetben, amikor egy új élet kezdődik, és hát egy óvodai korszak indul, mondjuk el? Hát szerintem ez már gyakorlatilag az anyaméhben elkezdődik az erre való kondicionál, és bármilyen furcsa is, amit mondok, tehát az életünk az egy sorozatos leválások folyamata. Tehát onnantól kezdve, hogy megszületünk, kijövünk a burokból, egészen odáig, hogy elhagyjuk végleg az életet és a családunkat. Tehát erre a gyereket fel kell készíteni, hogy az élet az nem egy állandó dolog, és nem állandóságokból áll, holott ugye a biztonságot azért mégiscsak az állandó keretek jelentik az ember számára, hanem egy folyamatosan változó dolog, amiben, hogyha idősebbek vagyunk, és a gyerekek nagyon szoktak örülni, hogy te már olyan nagy vagy, hogy mehetsz oviba, tehát az egyes lépéseket a gyereknek örömként kéne megélni, és ezekre a leválási folyamatokra folyamatosan rá kéne a gyereket. De egy 2-3 éves gyereknél a verbálisan tudjuk erre megfelelően, vagy a viselkedés? Itt alapvetően ugye azért kezdtem el így az anyaméhtől, mert hogy amikor már lehetséges, én úgy hiszem, hogy a gyereknek az nagyon jó, ha van nagyszülő, akkor oda, ha van baráti, kisgyerekes másik család, akkor oda, ha van babysitter. Tehát mindenképpen a szülőnek el kell kezdenie rászoktatni a gyereket arra, hogy időnként 1-2 órára eltűnik, elmegy, bevásárol, egy színházba a szülők elmennek. Tehát a párkapcsolatot. Tehát ezt tudatosan érdemes építeni, ugyanis ez egy szempontból nagyon fontos. Nem azért, hogy a gyerek szokja meg, hogy időnként nincs anyu meg apu, hanem azért szokja meg, mert akkor az anyuba, apuba vetett bizalma azáltal, hogy anyu meg apu visszajön, tehát ott hagytak, de visszajön, az erősödik. Tehát amikor az óvodai helyzet elindul, akkor fogja tudni, hogy oké, most itt vagyok, de majd fognak jönni, értem, tehát bízom a szüleimben. És ennek a bizalomnak a megtanítása az egy nagyon fontos szülői feladat ebben az életszakaszban, és ezt kell már egészen picikortól elkezdeni tanítani. Hát ahol ez így van, mondjuk az talán egy könnyebb helyzet, de mondjuk akkor vegyük azokat, akik mégiscsak egymásba olvadva élik az életüket 3 évig, és aztán ott állnak, hogy az óvoda kapujában, amikor már ugye a gyerek is hisztizik, sír, esetleg úgy tűnik, hogy szenvedettől a helyzettől, akkor mi helyes viselkedés? Hát én azt gondolom, hogy ilyenkor ezt a bölcsődei gondozók tudják a legjobban, az a leghelyesebb viselkedés, hogyha tisztán, világosan elmondjuk a gyereknek, hogy szia, most egy kicsit itt maradsz, anya vissza fog jönni, semmi probléma nem lesz, és ott hagyja a gyereket. Egyébként gyors elválás, tehát nekem is nagy tapasztalás volt. Ez egyébként tényleg így van, bármilyen furcsa, hogy ezt a párhuzamot hozom, de ugye a kutyák oktatásánál is azt tanítják, hogy amikor elmegyünk otthonról, nem szabad búcsúzkodni a kutyától. És egyébként ez így van, mert akkor azt a helyzetet teremtjük elő, hogy mi bármikor visszajöhetünk, és vissza is fogunk jönni, és ezt az Eb is tudja. Na most ezt a kisgyerek is érzi, hogy ha világos és egyszerű a helyzet, akkor sokkal nyugodtabb, mert látja a határozottságát a szülőnek. Minden szülői bizonytalanság, érzelem, nem ez, amíg 20-szor visszaintegetek, visszajövök, leselkedek, még kintről is integetek, szörnyen elhúzza, és azért én is megtapasztaltam, mert nem volt, Nóri nagyon jól beszokott, de hogy elmész, zokog, tehát a világ vége hangulat, és kimész az ajtón, és akkor délután elmondják az óvónők, hogy pontosan még 10 másodperc. És ez pontosan így van, így van. Na most azt jelezheti még a gyerek, és itt 2 dologra még felhívom a figyelmet. A beszoktatási nehézséget jelezhet az, hogyha mondjuk éppen egy kis testvérrel a szülő még otthon van, tehát az egy nagyon rossz időzítés, amikor mondjuk születik egy kis tesó, és a nagyobbikat akkor rakják be az óvodába. Tehát ezt nem szoktuk javasolni semmiképpen, mert akkor valóban egy ilyen szeparációs érzése lehet a gyereknek, hogy oké, akkor most már nem én vagyok a központban, útban vagyok, a kicsire fókuszálnak a szülők, tehát ezt semmiképpen ne így időzítsük. A másik dolog, hogyha az anyának van valamiféle lelki problémája, akár egy szülés utáni depresszió, szorongás, egyebek, ez szintén egy olyan nehezítő tényező lehet, amit a gyerek szintén érezhet, és ez megjelenhet egy ilyen beszoktatási nehézségben. mondjuk aki bölcsődébe jár gyerek, nyilván annak már ezek a problémák talán nem jelentenek gondot, mert akkor már ott nem, tehát az óvónők... Szeretik az óvónők, hogyha olyan gyerek jön, aki azok már szocializáltabb gyerekek, így van, tehát azért az mindenképpen egy ismertebb helyzet a gyerek számára is, de akkor is egy új helyzet, hiszen új társak lesznek, új gondozók lesznek körülötte egyebek, de valamivel könnyebb a helyzet mindenképpen, tehát a bölcsi sok esetben tényleg egy jó előszoba, és egyébként a kisebb gyerekek valahogy rugalmasabban is szoknak be, mint mondjuk 3 éves korban, amikor éppen elkezdődik az az időszak a gyerekeknél, ödipális korszak, stb., ami egy érzelmileg nagyon sérülékeny periódus a gyerekeknél. Hát egyébként hány... Szóval mi az az időszak, ami ebben a dologban várható, hogy ez a leválás, ez a beszoktatás, ez úgy szépen beáll és nyugodtan megtörténik. Tehát, mert a szülők talán megijednek, hogy akkor nap mint nap sírás, nap mint nap még mindig nem érzi a gyerekben azt, hogy mennyi az idő, mi az időszak. Hát azt mondják az óvónők, ezt talán ők jobban is tudják tapasztalatból, de általában azért 1 hét 10 nap alatt ezek el szoktak múlni. Tehát az ehhez a helyzethez való alkalmazkodás a gyerekekben körülbelül ennyi idő alatt meg kell, hogy történjen. Hogyha ez nem így van és nagyon hosszúra nyúlik, akkor mindenképpen érdemes elgondolkodni az okokon, hogy mi lehet ez. Ugye sok gyerek aztán elkezd betegeskedni, folyamatosan belázasodik, hasmenés lesz, hasfájás lesz, stb. Egyébként az iskolásokra jellemző általában az, hogy mindenféle testi tünetek és panaszok jelennek meg, akik mondjuk nem jártak óvodába, és ott az isibe ugyanez fog elkezdődni, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ott is van egy csapat, aki kevésbé szocializált, tehát akkor viszont ezeknek az okait érdemes, akár szakember segítségével felkutatni. Igen, pont ezt akartam kérdezni, a szülők tudnak-e valahova, vagy ebben az óvónők tudnak-e segíteni valakihez fordulni, mert nem biztos, hogy egy szülő maga fel tudja ezt. Ki tudja elemezni, hogy mi a probléma, hogy 3 hónap után. Hát én azt hiszem, hogy ma már nagyon sok óvodai pszichológus dolgozik, iskolai pszichológusok, nevelési tanácsadóhoz lehet fordulni, tehát tényleg a gyermekszakemberek tárháza áll rendelkezésre, akár az adott intézményben is, ahova a gyerek jár. Ha meg nem, akkor nyilván lehet találni olyan gyerekpszichológus szakembereket, pedagógusokat, akik ilyesmivel foglalkoznak. De ez az 1 hét 10 nap ugye az óvikban meg is van, hogy ezt a beszoktatási időszaka is kérik is a szülőt, igen, hogy úgy intézze a dolgait, hogy igen, még ott tudjon maradni, akkor gyakorlatilag ez azért is van így, mert ez az ideális időszak. Körülbelül igen, az ideális idő, ami alatt azért egy új helyzethez egy ekkora korú gyereknek nagyjából illik alkalmazkodni. Ekkora korú felnőttnek pláne. Hát igen. Van egy nagyon jó hírünk egyébként, hogy Dr. Belső Nóra itt marad velünk, vagyis hát először önökkel, mert a telefonhívásokat fogadja majd a 0635 15 93 99-es számra. És akkor majd még visszatérsz a jövők. Kapcsolunk tovább, köszönjük szépen. Köszönjük.